A Hagyományok Háza az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézménye, és mint azt a neve is mutatja, a magyar néphagyományokkal foglalkozik. Három főbb területen tevékenykedik. Az intézményhez tartozik a Magyar Állami Népi Táncegyüttes és a Folklor Dokumentációs Központ, valamint kiemelt figyelmet szentelnek az élő hagyományok továbbadásának is. A Békés Csabai konferencia célja a népművelő szakemberek tapasztalat cseréje, illetve van egy kiemelt téma is, a társadalmi érzékenyítés és tudásátadás a néphagyományban. Hiszen azt kell érteni, hogy a különböző szakemberek, legyen bár az illető egy tánctanár, vagy éppen kézműves oktató, a munkája során sokszor találkozik azzal, hogy olyan társadalmi csoportokhoz jut el a munkájával, akik valamilyen nehézséggel küzdenek társadalmilag, vagy szociálisan valamilyen módon lemaradottak, és most ez lesz a téma, hogy ki erre milyen stratégiát, milyen tanári, pedagógiai módszer talál ki, amivel a esetleg nehezebben megfogható gyerekeket hogyan tudja bevonni a munkájába, vagy éppen hogyan talált rá egy olyan csoportra, akikre nem is gondoltuk volna, hogy mi mindenre képesek, hogyha jó szakember kezei közé kerülnek. A Hagyományok Háza minden évben megrendezi ezt a konferenciát más-más helyszínen. Békés Csabára ezúttal azért esett a választás, mert az osztályvezető elmondása szerint a Békés Megyei Népművészeti Egyesület kiválóan végzi a munkáját, és remekül szervezi meg a helyi alkotóműhelyeket, illetve a tudás átadásban is komoly eredményeket tud felmutatni. Úgy gondolom, hogy Békés megye nem tartozik a nagyon fragmentált néprajzi tájegységek, ez nem tartozott korábban sem. Vannak értékeink, vannak kincseink, amely elsősorban a sok nemzetiségű megyei lakosságnak köszönhető, és pontosan azért, mert nem voltunk úgy elhalmozva, ezért ezekre a kincsekre, akár a néptánc területén, akár a kézművesség területén nagyon törekedtünk és nagyon fontosnak tartottuk. És azt gondolom, hogy mindig emberektől függ az, hogy egy közművelődési tevékenység mennyire honosodik meg. Itt nagyon sok jó ember van a Békés megyében. A háromnapos konferencián az ország különböző pontjairól érkező szakemberek előadásokon keresztül mutatták be a különböző tájegységek népművelési gyakorlatait és szokásait.